Kézhez kapták az újabb megemelt fizetésüket a dunói városi pedagógusok. A több lépcsős béremelés tavaly kezdődött a pedagógus életpálya modell keretében, és egészen 2017-ig tart. Az első bérfejlesztés tavaly ősszel volt, majd januártól ismét emelkedett. Most szeptembertől pedig újabb emelés lépett életbe, amelyet nemrég mindenki megkapott. Városunkban ez csak nem 900 pedagógust érint. Módon a béremelésnek mindenki örül, és én azt gondolom, hogy ez természetes, hiszen az elég nagy felelősség van a pedagógusokon a jövő társadalmát tekintve, tehát meg kell, hogy becsüljék őket mind szakmailag, mind erkölcsileg, mind anyagilag, és ez egy jó elindulása már annak, hogy anyagilag is megbecsülést kapjunk. Szeptembertől 5-12 ezer forint közötti összeggel emelkedett a bérük. A pedagógus előmeneteli rendszert szabályozó kormányrendelet alapján az illetmény alap, vagyis a pályakezdő gyakornokok alapfizetése középfokú végzettség esetében több mint bruttó 120 ezer forint, főiskolai diplomával 165 ezer, egyetemi végzettséggel pedig 185 ezer forint lett. Az alapfizetések mellett nőttek a pótlékok is. Hosszú még az út, ezért azt gondolom, hogy ezen a pályán, ha tovább haladunk... Cunyi Nébertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár dunói városi látogatása során elmondta. A pedagógusok az elmúlt években nehéz helyzetben voltak. Nem volt módszertani segítségük, és a bérezésük is csak az iskolában töltött évektől és a diplomától függött. Így nem motiválta őket semmi. Bízik abban, hogy a pedagógus életpálya modell nagy mértékben inspirálja majd a pedagógusokat, és ezáltal jelentősen növekedhet a szakma ismertsége. Az alapcél az az volt elsődlegesen, hogy rendezzünk egy olyan több évtizedes hátrányt, ami a pedagógusok bérezésében kialakult anomáliákat jelentett, és így elsőként a közszférában életpálya modell alapján elsősorban a pályán végzett minőségi munkát díjazza magasabb bérrel. A bérfejlesztés a jövőben sem ér véget. 2015 és 2016 szeptemberében további pedagógus béremelést terveznek.